maradék 200 milliárd is kell a kormánynak, így kommentálta az ellenzék a kormánynak azt a javaslatát, amely gyakorlatilag felszámolná a magánnyugdíj pénztárakat. Egy törvényjavaslat szerint nem működhet majd olyan pénztár, amelynél a tagdíjat fizetők aránya nem éri el a 70%-ot a megelőző 6 hónap alatt, legalább 2 hónapon keresztül. A nemzetgazdasági miniszter szerint ők csak az áll nyugdíjpénztáraktól akarják megvédeni az embereket. A magánnyugdíjpénztárak esetleges bezárásáról beszélt az állami tévében Varga Mihály. A nemzetgazdasági miniszter azt mondta, a kormányzat nem engedheti meg, hogy 60 ezer ember mindenféle ellátás nélkül maradjon. A miniszter szerint a tervezett megszüntetéssel az álnyugdíjpénztárakat akarják felszámolni. Mert ők most azt gondolják, legalábbis aki tisztességesen fizeti a tagdíjat, hogy ebből majd neki nyugdíj járadéka lesz. De hát nem lesz, mert a többi tag, ugye itt is 9% hangzott el, a 9% fölötti rész nem fizeti ezt a tagdíjat, ha pedig nem fizeti, akkor ez egy áll nyugdíjpénztár, mert igazából a befizetett tagdíjaknak a nagy részéből csak a saját maga működését finanszírozza, feléli a tagdíjat. Az MSZP szerint vérlázító, hogy nem történik más, mint folytatódik a magánnyugdíjpénztári pénzek, így az emberek befizetéseinek lenyúlása. Már ugyan 3000 milliárd forintot elvettek tőlük, ugyan az államadóság nem csökkent, hanem nőtt. Most még a maradék az önkéntességben bízó embereknek a 200 milliárd forintjára is fáj a foga. A Jobbik elnöke is azt mondja, a kormány pénzt akar, ezért elveszi az emberektől. A kormány szava hihetetlen, és folyamatosan kapkod és próbál mindenféle módon forrásokhoz jutni. És ami engem a magánnyugdíjpénzt, tehát elutasítjuk ezt a lépést. A liberálisok szerint visszatért a kommunizmus. Az emberek vagyonát egyszerűen elveszik. A kormány újfent bebizonyította, hogy hiteltelen teljes egészében, hiteltelenek a tettei, hiszen újfent neki lát a magánnyugdíjpénztárakba maradt vagyonnak az elkobzásához. A miniszter szerint, ha akarták volna, egyből megszüntetik a pénztárakat, így csak azt a feltételt szabták, hogy a tagok legalább 70%-ának rendesen fizetnie kell a tagdíjat a magánnyugdíjpénztárba.